az új évben több csomóponton kedvet kaptak arra, hogy a vezetőváltókezelők munkaszerződését módosítsák, ami magában nem lenne probléma akkor, hogyha ez minden esetben a érintettek javát szolgálná. De hát úgy gondolom, az ördög nem alszik, és épp azért is javasoltuk mindenkinek, akit a munkáltató munkaszerzés módosítással keres meg, hogy előtte konzultáljon a tisztviselőinkkel, eszéljék át, nem csak most, hanem ezt követően is az ilyen jellegű munkáltatói kezdeményezéseket, hiszen ezeknek olyan következményeik lehetnek, amelyek a későbbiekben nehezen változtathatóak meg, akkor is, hogyha valósul el. Itt is miről lehet szó? A munkaszerzési módosítás pusztán arra irányul, hogy a magasabb MMK osztályba sorolják az érintettet, rendben van. De az is benne foglaltatik a módosításban, hogy a munkavégzés helye megváltozik a korábbihoz képest, az már nem biztos, hogy kedvező a tagunkra nézve, hiszen ha több munkahelyen kell majd ezt követően munkát végezni a változatlan feltételekkel, akkor annak a hasznát ő valami kevéssé tudja élvezni, főleg akkor, hogyha a munkáltató ezért cserébe semmit nem kínál. Tehát figyelmesek legyenek arra vonatkozóan, hogy nem véletlen változó munkahelyet írtoljanak az orruk alá, vagy a csoport egész területét jelöljék meg munkavégzés helyéül. Azon túl arra is célszerű figyelmet szentelni, hogy a munkaszerződésnek része a munkaköri leírás, hogy a munkaköri leírás miképpen változik. Ha a munkaköri leírás a korábbiakhoz képest többet feladatokat ír elő, hát akkor azt értelemszerűen megint csak nem feltétlenül szükséges tudomásul venni az aláírásokkal. Hiszen el lehet végezni, lehet vállalni többet feladatokat, természetesen többet díjazásért. Na most, az a többlet díjazás, ami azért fog bekövetkezni, illetve már múlt idő azért kell, hogy bekövetkezzen, mert ugye a szakmunkás bérminimumot megemelték január 1-től is 161 000 forint, az automatizmus, ahhoz semmifajta többlet tevékenységet nem kell senkitnek sem elvégezni, ezért nem is lehet tőle követelni. Ez jár. A váltókezelői munkakör szakmunkának minősül 2016. szeptember 1-je óta, tehát aki ebben a munkakörben van foglalkoztatva, az az álláspontom szerint jogosult az minimum a szakmunkás bérminimumra, amely jelen esetben január 1-től 161 000 forint. Ezt mindenkinek meg kell kapnia. Az egy más kérdés, hogy a korábbi időszakra is ez vonatkozik, tehát az említett időponttól kezdődően visszamenőlegesen és mindenkit megillet a szakmunkás bérminimum. És nem csak a látókezelők esetére igaz ez, amit én most itt állítottam, hanem bizony a vonali tolatásvezetők esetében és a vonatfelelők esetében úgy szintén, és ezek is szakmunkának minősülő munkakörök. Nos, hát ezért adtuk ki tegnap ezt a kis hírlevelünket tanácsadásként, figyelemfelkeltésként. A médiákból értesültünk a tegnapi szomorú eseményről, amely balesetben egy vasutas társunk és több utas is megsérült. Nem örülünk annak, hogy a vasút arra sem méltatja a szakszervezetünket, hogy jelezze felénk a szomorú hírt, és csak remélni tudjuk, hogy minélőbb fölépül a munkatársunk, és azt is reméljük, hogy minél
tájékoztatást kapunk, és nem csak mi, hanem vasutasok is a történtekről, különösen annak figyelembevételével, hogy hasonló eset a jövőben ne fordulhasson elő. Természetesen a másnap vezérigazgatóját megkerestük, kérve, hogy adjon részletes tájékoztatást, nyilván oly mélységben, amelyről tudhat az ügyről. Annak érdekében, hogy bennünket etágyban megkereső tagjaink számára hiteles, megfelelő felvilágosítással tudjunk szolgálni.